Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy karácsonyi jóslás. Mi történik karácsonykor? Hogy ünnepeled? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, természetesen itt vagy látható a képen, veled szemben ott van a lelki társad. Te kicsit zárkózott vagy visszahúzódóbb, ő viszont nyitott, nyitott érzelmekről beszélni, tervekről beszélni. Ez a kép nem csak a nyitottságára utal, hanem olyan erotikus témákra is. Sőt, kettőtök között megjelenik ez a virág, ami jelent tiszta érzelmeket vagy gondolatokat, de jelenti a szexuális témákat is. Tehát látható, hogy hogyan közeledik hozzád, mi a szándéka. Akkor is, ha itt megjelenik a felhő, és minden olyan átláthatatlannak tűnik kezdetben, de hamarosan kisüt a nap. Ez lehet karácsonykor is. És akkor nyitottan beszél a terveiről, az érzelmeiről, nyitottan mondja ki azt, hogy mit akar. Tehát itt a felhő eltűnik akkor, és a gólyák jelentik ezeket a változásokat. Itt lesz egy hír, beszélni akar veled, vagy ez a levél lehet egy meghívás is. Itt látható ez a hajó, ami jelenti a reményt, hogy minden jóra fordul, de ez lehet egy utazás, vagy külföldi kapcsolat is. A könyv az jelentheti a te zárkózottságodat, de az is lehet, hogy kapsz egy könyvet ajándékba. És mivel a könyv mellett megjelennek a csillagok, az lehet egy spirituális életterület, hogy erről szól ez a könyv. Amit a csillagok még jelentenek, szerencsét hoznak, és itt van ehhez a remény. Tisztázódnak bizonyos dolgok, jó szándékokkal közeledik hozzád, kezdetben valami átláthatatlan, de kitisztul itt minden, megvan arra a lehetőség, hogy tudjatok egymással beszélni. Ez szerencsét hoz, itt van a remény, ehhez lesznek változások. Amit a felhő itt még jelenthet, az idő. Mégpedig fél évet jelent. Például a múltat gondolj vissza arra, mit hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert lehet, hogy ez az esemény, vagy egy bizonyos személy visszatér hozzád. És ez volt a karácsonyi jóslás, és én kívánok gyönyörű karácsonyi ünnepeket, nagyon sok szeretettel, Denderrel.